Sziasztok, ma a verekedésről fogok nektek beszélni egy kicsikét arról, hogy érdemes-e verekedni. Nem szoktam verekedni, és igazából általános iskolás gyerek koromban volt az, hogy párszor verekednem kellett. Kellett, nem kellett, mindegy, tehát úgy hozta a sors, hogy volt egy-két olyan dolog, hogy kellett, és volt egy olyan eset, ami nyomot hagyott a testemen, és erre akarok kiukadni. Hát az egyik bütykömet, ezt sikerült így szétvernem. Most mutatom a másikat is. Tehát ez látszik itt ezen a kezemben, ez a bal kezem, hogy itt ez így szét van csúszva, nem tudom. És ez nekem, hát ez egy baromi nagy lelki törést okozott akkor, azt hiszem, hogy nyolcadikos voltam, és volt egy osztálytársam, aki idegesített, dumál, de egyfajta nem is tudom meddig, tehát rengeteg ideig tűrtem. Mentünk hazafelé, és csak megfordultam, vagy odarohantam, ott volt mögöttem, vagy 3-4-5 méterre, és annyit mondtak a többiek, hogy csak annyi, nem is látták a kezemet, hanem mint a hülye, így ütöttem így két kézzel, nem tudom, hogy, de olyan balfasz módon, hogy ez a bütyköm, ez miután ez lezajlott, ez a kis színjáték, ez így bedagadt, már nem tudom, hogy, de utána, amikor így lement róla a daganat, akkor láttam azt, hogy ez itt nekem ez a porc, ez így elcsúszott, vagy nem tudom, mi történt vele, vagy fogalmam sincs, hogy mi lett vele. Nem fájt igazából, csak annyi, hogy így, most így mutatom, ez itt hegyesebb, ez a jobb kezem, ez így hegyesebb, ez így, ez pedig így tompább. Tehát ennek még így följebb kéne jönni, meg itt még valami porcnak kéne lenni. És akkor ugye megéri-e verekedni? Na most vannak olyan helyzetek, én ugye nem voltam soha nagy éjszakába járós, mert nem éltem ilyen nagy bandázós gengszter életet, tehát lementünk diszkóba, engem akkor se találtak meg, mert nem olyan fajta voltam, nem vonzottam be a bajt. Biztos, hogy vannak olyan helyzetek, amikor muszáj. Meg egyszer nekem, tehát előfordul, de ugye ameddig az ember el tudja kerülni, attól függ, milyen vérmérsékletű, nem érdemes belemenni, mert attól függ, azért, hogy ugye vannak ilyenek is, hogy utána feljelentenek, hogyha mondjuk te megversz valakit, akkor simán feljelentenek, hogyha sérülést okozol neki, tök mindegy, hogy hányan mentek rá, meg ülkeztem, és ki tudja, mivel fenyegetett. Még az húzza rövidebbet, aki megvédi magát, ezt számtalan szor látni az interneten. Az a lényeg, hogy ugye hát történhet ilyen is, hogy vagy jól elverik az embert, attól függ, mit tudom, volt már olyan, persze hallotta, hogy kötözködött az illető, sőt, boxerrel ment verekedni, mert meg volt beszélve, hogy itt és itt, mögött, ház mögött, majd nagy box lesz, azt mentek oda többen, még általános iskolában egy ismerős, hogy már boxerrel ment verekedni, azt az ő keze tört el a boxerba. Tehát az ember ugye vagy sérülést okoz, és utána esetleg jön a többi balhé, jönnek még egyszer, meg még többen, vagy esetleg rendőrségi ügy lesz belőle, ezeket nem tapasztalatból mondom szerencsére, de így van, vagy pedig az ember megsérül, akárhogy is. Még akkor is, hogyha esetleg belekötöttek, és valahogy úgy sikerült ütnie, hogy valahogy eltörik a keze. Most erről Cibók Lacit emlegetném, ő ugye portás, tehát kidobó szakmában dolgozik már, én nem is tudom, hogy 30 éve, rengeteg ide, ő neki vannak erről videói, hogy az embernek a kezére baromira vigyázik-e, meg hogy kell ütni. De nem biztos, hogy mondjuk van egy, mondom, ebben nem vagyok hiteles, de majd mindjárt kitérek ugye filmekre is, meg jártam valamennyi időt küzdősportra, tehát tudom, hogy milyen az, amikor az embernek valahogy úgy ütsz, mondjuk esetleg a csuklód rosszul tartod, vagy elcsúszik az embernek az állán, vagy bárhol a kezed, vagy a boxzsákon, azt már tapasztaltam, boxzsákon így megnyaklik, kificamodik a csuklód. Érted? Megrándul. Ilyenek is előfordulhatnak, vagy mondjuk karate edzésen, ugye fönn van a kezed, és rúgjátok a mahosigerit, ezt a köríves rúgást, és valakinek eltaláld a könyökét, és a lábfejed, hát ott vannak csontok, kurvára be fog dagadni, már volt nekem is, vagy esetleg el is törhet. Most ezt egy utcai bunyóban ott ugye, mondom, nem személyes tapasztalatból mondom, de amikor gyorsan zajlanak az események, akkor nem lesz ott neked szögmérővel idő kimérni, hogy te hogy fogod megütni az életet, és bizony, hogyha megütsz egy állkapcsot, vagy akármit, akkor ott bizony sérülhet a bütyke az embernek, akármennyi. Jó, persze, aki nagyon kemény, meg nagyon hozzá van szokva, meg ki tudja, hogy ez most nem ilyen brutális, tompó típusú emberekről beszélek, akkor bizony sérülhet, és érdemes verekedni. Na most annyiban foglalnám össze ezt az egészet, hogy ameddig nem muszáj, ameddig el lehet kerülni, addig nem. Mert rengeteg következménye lehet. Például ilyenek is, hogy emlékszem, hogy 8-ban, ezt én 8-ban tudom, és melyik ki volt az, akinek neki mentem, én kezdtem a verekedést, de hát már nem is tudom mióta idegesített, azt nekem is elszállt az agyam, pedig jó sokáig bírtam, akkor még főleg, de még most is elég türelmes tudok lenni,
És érdemes egy ilyen, nekem ez nagyon rosszul esett ez a, hogy így néz ki a bütyköm után, amikor elkezdtem utána járni, vagy rá egy évvel karatéra, és éreztem azt, hogy ugye nyomtuk így a Daikendót, így az első két bütykön, Seikenen, mert ott kell nyomni, így a karatésoknak az volt kedve csak ezen, mert egyébként szégyen, hogyha itt nyomja, mert a kungfusok így is ütnek, van már annyiféle. Na mindegy, és éreztem azt, hogy nekem ezen a kezemben másképp van a súly, tehát éreztem azt, hogy ez a bütyköm, ez lejjebb van, és így idegesítettek, hogy na, kellett neked hülye gyerek verekedni, a francnak verekedtél, bazd meg, most így néz ki a kezed. Tehát ilyen. Esetleg gondoljon bele valaki, hogy érdemese. Vagy tehát nem is tudom, vagy pedig akkor még egy dolgot szeretnék mondani, hogy nézek rengeteg akciófilmet, meg sorozatot, amik egyébként baromi jók, meg nagyon jól megvannak benne csinálva a harcművészeti jelenetek, de vannak benne nagyon abszurd dolgok. Tehát olyanok például, hogy kap az ember egy horgot, és utána megrázva, mert megtántorodik, és megy tovább. Na most, hát ha valakinek bevernek egy horgot, vagy egy orrost, így alulról, fú, hát ott az biztos, hogy ott kifekszik, vagy elindul az orravére, bekönnyezik, nem tudom, kit vágtak már orrba kicsit is, ha nagyon kicsit is orrvágy, hiszen bekönnyezel, és nem látsz, nem, hogy te még utána ott ezért pörgőrúgásokat fogsz csinálni, persze a filmkedvéért mindent, de ezt össze kell hasonlítani, mondjuk ha valaki néz ökölvívást, hogy ott mi van az, hogy egyszer csak nem is látod, tehát boxolnak, és egyszer csak valahogy látod, hogy kapott egy ütést, az megtántorodik, az kifekszik, meg elszédül. Pedig nem is volt valami baromi nagy ütés, de vagy úgy talált el. Most amikor a filmekben azt látjátok, hogy ilyen fejberúgások vannak, meg bolyka filmekben is, amikor ugye pörög a levegőben, és egyszer csak így bum, így fejberúgja. Na most képzeld el azt, hogy a lábfejed, ugye csont, hiába van megedzve. Valakit fejbe rúgsz, ez kibaszott kemény az embernek a koponyája, akárhogy, és nem biztos, hogy azt ki tudod számolni centire, hogy hogy kell azt neked eltalálnod, hogyha valakit pörgőrúgásból fejbe akarsz rúgni, hogy az ugye hát meg is érez, amikor a fejbe rúgat biztos, hogy meg fogja érezni, meg azt, hogy mondjuk a te lábfejed mondjuk ne törjön el benne a csont. Érted? Tehát nem úgy van az, hogy csak fejbe rúgdusunk embereket, mert az bizony itt a lábfejbe az embernek a csont azok sérülékenyek. És ez filmekben persze nagyon jól meg van csinálva, meg egyébként a másik az, hogy ugye pörgő, ezen is gondolkoztam rengeteget, hogy nagyon, nagyon meg vannak koreografálva, tehát van olyan, hogy néha még én sem veszem észre, hogy ezt megrendezték, mert annyira jól meg van csinálva. Van, amikor már látom, hogy aha, ez itt egy kicsikét belehajolt, vagy mit tudom én. Az is, hogyha mondjuk vegyünk egy olyan rúgást, hogy tényleg nagyon, nagyon az, hogy egy pörgés, két pörgés fölülik a vevőbe, és nem az első lábával rúgja, hanem a hátsó lábával. És mondjuk úgy találja el, hogy mondjuk a térde, nem tudom, valahogy hülyén találja el az embernek a fejét, vagy nem a fejét találja el a vállát, és megrándul a térde benne. Tehát olyan sérülések lehetnek, hogyha ezt mondjuk igazából csinálnak meg, utcán nem is lehet, tehát ott nem fognak senkit fejbe rúgdosni, mert nagyon az utcai bunyók azok nem az én tapasztalatom, a mások elmondására, nem így zajlanak, mint a filmekben, ugye, mert ott nagyon a látványra mennek, hogy ki hogy tudja ugye az embert milyen technikákkal, minél látványosabban ugye megállítani. Tehát ilyenek lehetnek, hogy valakit megúsz rossz, vagy esetleg már kiment a térded előtte, vagy volt valamilyen ficamod, vagy a bokád, és valahogy úgy találd el, hogy neked fog megrándulni a bokád, vagy esetleg inszalag megnyúlik, vagy kificamodik azért, mert te rúgtál egyet. És ilyenek előfordulhatnak, tehát vannak, akik ugye főleg gyerekek, vagy fiatalabbak, akik nézik, hogy jó, tök jó ez így, meg úgy, akkor verekedjünk. Hát nem úgy van az, gyerekek, nem úgy van. Mert azt hiszetek, hogy persze, egyszer-kétszer fejbe rúgunk valakit, az még simán fog menni, meg hogyha engem is egyszer-kétszer fejbe rúgnak, én fölállok, meg még ugyanúgy tudok menni, meg még mit tudom, hogy milyen figurákat megcsinálni. Hát rohadtul nem úgy van, rohadtul nem úgy van az. Tehát itt, mikor nézem ezeket a sorozatokat, vagy nem tudom, akciófilmeket, mondom, hogy igen, így mondom, nézem, hogy oké, ez itt most K.O. volt, ez az ütés, ez K.O. Ezután biztos, hogy nem tudnak kiegyenesedni, mert az összes bordája eltört. Tehát én már ezeket látom, mert elég volt nekem az a kis küzdősportos múlt, hogy tudjam, meg úgy alapból látszik, hogy mondom, ezt nem lehet úgy, ezt a rúgást vagy ezután fölállni egyszerűen. Vagy amikor valakit fognak, nem tudom, így fog, és így egy hátára, hogy leesik, nem tudom, itt 2 méter magasból, vagy kigáncsolják, meg még odavágja a fejét, aztán így megrázza magát, föláll, és akkor ő még agyonveri az ellenfelet. Tehát ez nem úgy van, ez baromira meg van rendezve. És akkor érdemes-e verekedni, mondom, ameddig el lehet kerülni, addig nem, már nem tudom, hogy mondtam, tehát ameddig el lehet kerülni a verekedést, ha nem muszáj, nem kell verekedni, mert abból csak a gond lesz, mondom, csak vedd azt, hogy a testeden lesz egy olyan elváltozás, amit utána nézegetsz, és majd minden egyes alkalommal tarkon baszod magad, hogy hülye gyerek, kellett ez neked, nem lehetett volna mégis türelmesebbnek lenni. És ez még nem is egy olyan nagy dolog. Mert például Cibók Laciról utalok vissza, mondjuk neki ugye egészen más, hogy mondjuk valaki kidobó,
mert ott, azt mondja, ott hiába azért előfordul, hogy ugye fizikai kontaktus kell felvenni a kedves vendégekkel, vagy akik odajárnak és nem viselkednek. Ugye az órát, mutatta az órát, hogy neki szarrá volt, többször el volt törve az orra, mutatta a kezét, ugye a keze is jó párszor el volt törve, mert nem azért, mert ő hülye gyerek módon ment verekedni, meg vagánykodni akart, hanem ez úgy jött össze. Tehát nem lehet mindent kiszámolni, oké? Tehát szerintem járjatok küzdősportra, hogyha úgy van, meg hogyha nagyon verekedni akartok haverokkal, poénból, akkor azért tudjátok, hogy mi merre, hány méter, mert valaki, mondom, egy kicsikét úgy gondolja, hogy lehúzza a könyökét, te belerúgsz, aztán utána bicegni fogsz 2 hétig, meg ekkorára dobod a lábfejed, vagy a bokát, hogyha azt kalokkal, vagy az ínszalagba bele, vagy a sípcsontodba. Tehát az sem úgy van egyébként, hogy sípcsonttal rúgdossák egymást. Á, nem. Tehát persze vannak a tájboxosok, de az sem úgy van egyébként, hogy valaki sípcsonttal, mit tudom, oldalba rúgnak, és az még utána vagánykodni fog, jó? Tehát tegyünk különbséget a filmek között azért, vagy próbáljátok meg egy kicsikét lájtosan, hogy milyen az, amikor mondjuk kapsz egy combost, és hogy utána fogsz-e tudni még ott szaladgálni, meg szögdécselni, meg hátra szaltóból állba rúgni valakit, mert rohadtul nem. Az, akinek rárúgnak egy combost, úgy találja, azután nem fog felállni. Tapasztalatból mondom, edzésen csináltuk ezt is régen. Na, köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!